A Makói Városi Televízió műsorpalettája 2020-ban bővült ki a Sokszínű Egyház című magazinnal. Az elmúlt esztendő forgatásai sok-sok élménydús pillanatot tartogattak a számunkra, mindezt jól tükrözi a most következő anyagunk is. Makó városának nem csak történelmi múltja és kultúrája gazdag, hiszen a marosmenti település hitélete szintén sokrétű. A felekezeteket tekintve elmondhatjuk, hogy a reformátusok mellett vannak baptisták, római és görög katolikusok is, valamint többek őrzik a mai napig a zsidó hagyományokat is. Mindezt látva és tapasztalva született meg a Sokszínű Egyház című magazinunk ötlete. Első adásunkat tavaly január 31-én láthatták. Az eredeti elképzelések szerint minden hónapban friss tartalommal jelentkeztünk volna, azonban a koronavírus járványa mi terveinket is felülírta. De ennek ellenére összesen 6 kiadást tűztünk műsorra. Emellett pedig miséket és istentiszteleteket is közvetítettünk a pandémia első és második hullámában is. A magazin forgatások alatt lehetőségünk nyílt arra, hogy a hitről az egyházi személyiségek mellett közembereket is kérdezzünk. Nagy örömünkre az általunk felkeresett családok nem egyszer saját otthonaikban fogadtak minket. Interjú alanyaink nyíltan beszéltek stábunknak a világnézetükről, a vallás megéléséről, annak továbbadásáról, de arra is volt példa, hogy a beszélgetések során szóba került egy-egy fontos szakrális emlék is. Ezt a keresztet apukám faragta, ugye 98-2000 körül, és akkor még a Janka atya volt a templomunkban, és ő hozzá elvittem, és kértem, hogy ő szentelje föl, és amikor Kenese megszületett, akkor meg a tatától ezt kaptuk ajándékba, ezt a szentelt keresztet, és akkor azóta fönt van a szobájában. Különleges, bensőséges és mondhatni megismételhetetlen pillanatokat is megörökíthetett televíziónk. Ott jártunk Szilágyi Gábor és Szilágyiné Dani Hajnalka a templomi esküvőjén. Továbbá szemtanúi lehettünk Dani Lili Hanna, valamint Varga Johanna keresztelőinek is. A két kislányt ekkor fogadta hivatalos tagjává a katolikus egyház. Johanna, én téged megkeresztellek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Örvendetes, hogy 2020-ban számos fejlesztés ment végbe Makón és a térség többi településén is. Nagy volumenű rekonstrukción esett át a Bogárzói templom, az Óföldáki Erőd templom, illetve a Kiszombori rotunda is. Megújult a helyi zsinagóga, amely környezetében egy látogatóközpontot alakítottak ki a mesterek. A Szent István király plébánia templom történetében egyedülálló padcseréről is részletes tájékoztatást adtunk, valamint ugyancsak jelen voltunk a Szent Tamás görögkatolikus óvoda átadóján. Az épületet Kocsis Fülöp, a Hajdú-Dorogi Egyházmegye metropolitája szentelte fel. Üdvözítő Úristenünk, ki Zakeus hajlékába bemenni kegyeskedtél üdvöt szerzendőnek és egész házának, tedd magad, Uram, őrizd meg minden bajtól, sértetlenül lesz az óvodát, a benne levő gyermekeket és itt dolgozókat. Foglalkoztunk országos és egész világot érintő témákkal. Ilyen volt a Házasság hete program sorozat, az Ökumenikus ima hét, és nem utolsó sorban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról szóló összeállításunk. Az aktuális történések végigkövetése mellett időt szántunk arra is, hogy olyan tradíciókról beszéljünk a műsorunkban, melyeket 100 év múlva már nem biztos, hogy hanganyagban és képi világban is lehetne rögzíteni. A dokumentálás egyik kiemelt feladatunk. Édesanyám mindig, amikor kivette a pászkatésztát a tálból, beáztatta, és amikor sült a pászka, mindig megmosdatott minket ezzel a pászkás vízzel, és azt mondta, hogy olyan szépek és egészségesek legyünk, mint a pászka. A tésztát egy kisebb és egy nagyobb részre osztjuk, utóbbit egy kivajazott és lisztezett tepsibe helyezzük. És akkor ezt is a nagyszülőtől láttam, hogy keresztet vetünk a
tisztára, és ebbe is hagyjuk egy pár percet kelni. Ezt követően pedig a pászka jellegzetes szimbólumainak formázása következik. Úgy szoktam nekiállni a pászka gyúráshoz, gyújtok egy gyertyát, imát mondok, elmondom a mi atyánkot, ez a legegyszerűbb, és közben is szoktam ilyen húsvéti énekeket énekelgetni, dúdolászni. Én a tej mellett szoktam még egy kis szentelt vizet beletenni. És nekem ettől is pászka a pászka. Csapatunk számára a fő motivációt a továbbiakban is az jelenti, hogy értékmentő és őrző munkát végezzünk. Tartsanak velünk 2021-ben is!